Immár 25. alkalommal szervezték meg a gyermekvédelmi konferenciát február 24-én. A tanácskozásnak a Szociális Szolgáltatási Központ adott otthont. A szakembereket Ceglédi János, a Népjóléti Bizottság elnöke köszöntötte, kiemelve azt a támogató szerepet, amelyet az önkormányzat felvállal a Szociális Szolgáltatási Központ által végzett feladatok finanszírozásakor, amennyiben az állami normatíva kiegészítésre szorul. Megfogalmazta, áldozatos és folyamatos kihívásokkal teli a területen végzett munka. Ez tükröződik évről évre a szakmai beszámolóikból is. A program megnyitóján Tövéskes Magdolna intézményvezető köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a járványidőszak után újra személyes jelenléttel valósulhat meg a szakemberek fóruma, amely fontos és sokakat érintő témákat ölel fel az idei esztendőben is. Ez a mai tanácskozásunk, ez tényleg egy hagyomány, hiszen 25. alkalommal kerül megrendezésre. A gyermekvédelmi törvény, az 1997. évi 31-es törvény rendelkezik arról, hogy minden év február 28-áig egy ilyen tanácskozás keretében kell az előző év szakmai munkáját értékelni, és a mai nap erre ad majd lehetőséget. Mivel Család és Gyermekjóléti Központ is működik településünkön, járási szinten, illetve Család és Gyermekjóléti Szolgálat település szinten, ezért mind a két területről a vezető kollégák be fognak számolni, hogy milyen nyilván voltak sikerek is, de nehézségek is, mert azt gondolom, hogy a gyermekvédelem az egy a szociális munkának egy nagyon fontos területe, épp azért, mert hogy itt kiskorú gyerekekről van szó, és ugye ők a koruknál fogva még nem képesek saját magukat úgymond megvédeni, és vannak olyan családok, nem is kevesen, amikor a szakembereknek kell beavatkozni. De ez a gyermekvédelem, ez csak úgy képzelhető el, hogy ugye észlelőjelzőrendszer tagokkal együtt, akik egyáltalán tehát gyerekekkel foglalkoznak, különböző intézmények tartoznak ide, tehát itt a bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskolák, de ugyanígy a rendőrség, a bíróság, az ügyészség, tehát sorolhatnám, hogy kik azok, hát a gyámhivatal természetesen, akikkel mi szinte napi kapcsolatban állunk. És hogyha bármilyen döntést meg kell hozni egy család, illetve egy gyerek életébe, az mindig ti munkában történik. Javaslatot a kollégáim teszik meg, a hatóság fele, hogyha úgy látszik, hogy már ott valamilyen hatósági intézkedésre lesz szükség, de az a célunk, illetve az a közös érdekünk a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek, hogy a gyerek elsősorban a családban nőjön fel, és ugye ott legyen biztosítva a fejlődéséhez szükséges, a testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez azok a feltételek, amivel ő egy egészséges felnőtté tud válni. Azt gondolom, hogy a rendezvény, a mai program egyik színfoltja, egy iskolapszichológus előadása is. Ez milyen témát érint, és miért is tartják kiemelt jelentőségűnek? Hát a pszichológus az a gyermekbántalmazással kapcsolatban, illetve az oktatási intézmények tapasztalt abúzusokkal kapcsolatban fog előadást tartani, mert hogy a korosztályban, tehát hogy sajnos a gyerekek között is, vagy egy osztályközösségben is előfordul az, hogy bántalmazás történik. Ez lehet fizikai, de lelki bántalmazás is. És azt gondolom, hogy ebbe a közösségnek minden tagja így-úgy benne van, és ez egy közösségre is kihat. Tehát mindenképpen meg kell keresni az okát, hogy mi az, ami kiváltotta. Sokszor a gyerek, aki mondjuk így viselkedik, agresszíven viselkedik, annak az van a hátterében, tehát a családban nincs rendben valami, és lehet, hogy a gyereket is otthon bántalmazzák. Tehát ez egy
felhívó jel a gyermekvédelmi szakemberek számára, hogy azzal a gyerekkel külön is kell foglalkozni, de ilyen esetben akár az iskolába az adott közösséget is kezelni kell, de hát erről nyilván az iskola pszichológus fog majd bővebb, illetve gyakorlati tapasztalatokról beszélni.